A Jó Hír Iratmisszió Alapítvány bemutatja az Egy Békés Otthont, az Öröm Kapujában külön kiadását Elizabeth Elliot, lánya Valerie, veje Walt Shepard és gyermekei közreműködésével. A keresztény otthon egy olyan hely, amely szeretetben gazdag, ahol egyének növekednek, és ahol Jézus Krisztus a család legfontosabb tagja. Olyan hely, ahol a gyerekek felfedezik Isten szeretetét szülei gondoskodásán és törődésén keresztül. Egy hely, ahol a gyermeknevelés óvatos formálást és alakítást jelent, hogy a kicsikből felelősségteljes és gondoskodó egyén legyen. Egy keresztény otthon nem mentes a fájdalmaktól és a nehézségektől, nagyon fontos szerepe van az imának, Isten a gond megoldója. Ha ilyen családot szeretnél formálni, akkor most a legjobb helyen vagy. Számomra csodálatos dolog figyelni, ahogy az unokám utánozza a mamáját a konyhában. Feláll a sámlira, gyúrja a tésztát, dagasztja a kenyeret, szeletel. Azzal, hogy egy édesanyja mindezt megengedi, együttműködik Istennel, példát mutatva a gyermeknek az Isten szerint való asszonyról. Mire gyermekeid kirepülnek a családi fészekből, milyen leckéket tanultak meg abból, hogy utánoztak téged? Milyen az otthonod? Hogyan beszélsz a férjeddel? Felemeled-e a hangod, amikor a gyermekeiddel beszélsz? A te életed a rend, a béke és a derű példája? Nos, el tudom képzelni, hogy sokan milyen választ adnátok erre a kérdésre. Azt mondanátok, ó, bárcsak mindezek jellemeznék az életemet, de sajnos nem így van. Hadd bátorítsalak, és hadd mondjam el, hogy Isten segíteni akar neked abban, hogy az életedet a rend, a béke és a derű jellemezze. Ő készen áll arra, hogy segítsen napról napra, és olyan példát állítson eléd, amilyet te szeretnél állítani a gyermekeid elé. Minden, amit teszel és mondasz, formálja ezeknek a gyermekeknek az életét. Hiszem, hogy az anyamunkája egy komoly és szent elhívás. Az édesanyámra gondolok, és azokra a dolgokra, amiket megpróbáltam lemásolni az ő életéből. Azokra a leckékre, amiket megtanított nekünk, nem elsősorban szavakkal, mint inkább példamutatással. Az édesanyám egy Isten szerint való asszony volt. Egy imádkozó asszony. Ragaszkodott a Bibliájához, minden nap olvasta, és annak szabályai szerint élt. Fegyelmezett volt, mindig tiszta, nőies. Úgy fogadta el a nőiességét, mint Isten ajándékát. Hitt a pontosságban. Úgy emlékszem rá, mint egy asszonyra, akinek nagy önuralma volt. Sosem hallottuk anyánkat lármázni. Alárendelte magát a férjének, és tisztelettel bánt vele. Ezeket a dolgokat sohasem magyarázták el nekünk gyerekkorunkban, legalábbis nem emlékszem rá, mégis megértettük, hogy rend volt az otthonunkban. Édesapánk volt a fej, ezt nem is kérdőjeleztük meg. Édesanyánk engedelmességre tanított minket. Megtanította, mi a tisztelet. Dalokat énekelt nekünk, imádkozott velünk, történeteket olvasott, néha maga talált ki történeteket, és emlékszem, ahogy ülök az ölében. Igen, azt hiszem, tényleg emlékszem erre. Tény, hogy édesanyánk mindig elérhető volt számunkra. Egy olyan világban, amely mindent megtesz azért, hogy hatással legyen ránk, ugye bátorító dolog tudni azt, hogy még mindig az anya befolyása a legfontosabb. De ha édesanyád nem is volt a legjobb példa, Isten olyan eszközöket adhat neked, melyekkel erős, keresztény családot teremthetsz. Gondolkodjunk el egy kicsit a keresztény család alapjain. Úgy gondolom, három lényeges elemre van szükség. Szeretet, bizalom és engedelmesség. Nos, mit is értünk azon, hogy keresztény család? Egész egyszerűen annyit, hogy Krisztus központú.
Egy család, mely Krisztus köré összpontosul. A család egy olyan közösséget jelent, melyet Isten alapított. Ne feledjétek el, szülők, hogy Istentől kapott küldetésetek van. Isten hatalmat adott nektek gyermekeitek felett. Találkozom olyan fiatal szülőkkel, akik bizonytalanok ezzel kapcsolatban. Azon tűnődnek, vajon van-e joguk megmondani a gyermekeiknek, hogy mit tegyenek. Meg kell-e magyarázniuk mindent. Emlékeztetem őket, hogy Isten téged tett apává, Isten téged tett anyává, és az apa és az anya Isten helyét töltik be a gyermekeik életében. A ti szavatok Isten szava gyermekeitek számára. Emlékezzünk, hogy amikor egy keresztény család formálásának szent munkáját végezzük, Istennel működünk együtt. Az ő munkájának résztvevői vagyunk ebben a világban. Szeretem azt a kifejezést, hogy a végzet formálói, mert senkinek sem lesz hasonlóan folyamatos és hosszú távú befolyása a gyermekeitekre, mint nektek, és ezt Istentől kaptátok. A legnehezebb megmutatni nekik. Ne csak mondd. Azt hiszem, az óvodásoknak van egy olyan időszakuk, amit úgy hívnak, mutasd és mondd. Nos, nekünk mutatni is és mondani is kellene, de a legfontosabb megmutatni nekik. Úgy hiszem, hogy ezzel igazán Isten felé mutatjuk ki a szeretetünket. Szeretni annyit jelent, mint megtenni, amit ő mond. Ezt a Biblia állítja. Szeretni annyit tesz, mint megtenni azt, amit ő kimond. Jézus azt mondja, aki szeret engem, az megteszi, amit mondok. Van egy barátom, akinek az apja gyermekkorában azt mondta az öccsének, a húgának és neki, hogy dohányozni bűn. Ez a Bibliában nincs leírva, de a gyerekek úgy hitték, hogy ez biztosan Isten szava, mert az apjuk mondta. És sosem látták az apjukat dohányozni. Amikor azonban tinédzserek voltak, felfedezték, hogy az apjuk a pincében dohányzik. Megtalálták a dohányt és a pipáit, és rájöttek, hogy miközben annyi éven keresztül beszélt róla, hogy a dohányzás bűn, ő titokban éppen ezt a bűnt követte el időről időre. Mit gondoltok? Mit tett ez a gyermek erkölcsi természetével? Azon tűnődtek, hogy mi nem igaz még abból, amit az apjuk mondott nekik. Az igazi kérdés az, hogy mit látnak. Én a szüleimet minden nap kereszténynek láttam. Nem csak vasárnaponként, de hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is. Egy Isten szerint való anyát és egy Isten szerint való apát láttunk. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szüleim tökéletesek voltak, de engedelmességükben kemény és következetes példát mutattak az Isten iránt való szeretetükről. Van a szeretetnek egy másik eleme, amely a keresztény családot munkája. George MacDowell azt mondta, hogy a legfontosabb dolog, amit az apa tehet a gyermekeiért az, hogy szereti az anyjukat. És ugyanígy a legfontosabb, amit egy anya tehet a gyermekeiért az, hogy szereti az apjukat. Van egy harmadik dolog. A család egy szeretett közösség. C.S. Lewis rámutat, hogy vannak politikai kifejezések, mint az egyenlőség és jogok, melyek igazoltak és hasznosak a politikai szintéren. De nem egy keresztény otthonban. Egy keresztény otthonban másféle törvény van érvényben, és ez a törvény a szeretet. Nem kell egyenlőségről és jogokról beszélnünk. A szülők hozzák a döntéseket arról, hogy ki mit kap és mikor. Persze mindannyian hallottuk már, hogy a gyerekek azt mondták, de neki miért lehet ezt, vagy neki miért szabad azt? Néha a válasz nagyon egyszerű, azért, mert ő az idősebb. Vagy valami más magyarázatot, amilyet a szülő épp adni akar. Azért vagyunk, hogy szolgáljuk egymást. Az Isten iránti szeretet áldozatot jelent.
Azt jelenti, hogy egymásnak ajánljuk fel magunkat az Isten iránti szeretetünk jeleként. Ez a feladatom, akár anya vagyok, akár gyermek, hogy készen álljak bármikor szolgálni a család többi tagját. Jézus azt mondja, ha szeretjük egymást, fel kell készülnünk arra, hogy bármikor letegyük az életünket egymásért. Ha a szeretet és a szolgálat a helyére kerül, a következő lépés az, hogy rendet teremtsünk. Nem csak látható, de láthatatlan szinten is. Ahogy nézegetem a lányom esküvői albumát, a házasság óriási jelentőségére gondolok, és arra, hogyan beszél Pál az Efézusi levélben arról, hogy micsoda titok is ez. Krisztus és az egyház titka. És számomra ez az alap, melyen a keresztény otthon rendje áll. A férj a feleség fejének rendeltetett, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Semmi más oka nincs annak, hogy Isten a férjet feljebb valónak rendelte. Nem hiszem, hogy túl sok férj érzi különösen jól magát ebben a szerepben. Sokan szeretnének kiszállni, de ez egy megbízatás, egy Istentől való megbízás, és nagyon hálás vagyok azért, mert olyan családban nőttem fel, ahol ezt az alárendeltségi viszonyt megértették. Az édesanyám elfogadta azt, hogy édesapám a fej. Édesapám ezt úgy fogadta, mint szent bizalmat Istentől. Azt, hogy jól érezte magát ebben az állapotban, azt nem tudom, mert nem beszéltünk róla. A feleség alárendeltsége a férj iránt a mi engedelmességünk Isten iránt. Így engedelmeskedünk Isten rendjének. Egy keresztény otthon alapja a szeretet, a bizalom és az engedelmesség. A szüleim szerették Istent, bíztak benne és engedelmeskedtek neki. Természetesen voltak hibák, apám többször bocsánatot kért tőlünk azért, mert túl szigorúan büntetett meg minket. Volt, hogy apám dübegurult valamiért, de amikor néhány évvel ezelőtt összejött a család, beszélgettünk erről, és ráébredtem, hogy a hatból a három legfiatalabb gyerek, én a második legidősebb voltam, nem emlékezett arra, hogy apámat valaha is igazán dühösnek látta volna. Tehát Isten kegyelme munkálkodott benne. Egy kisgyermek számára az apa és az anya bizonyos értelemben olyan, mint Isten. Ez talán riasztónak hat, de szerintem igaz. Az a mód, ahogy az apa és az anya bánik vele, a szeretet, a bizalom, az engedelmesség elvárása, az első benyomások arról, hogy mit jelent szeretni Istent, bízni benne és engedelmeskedni neki. Én hálás vagyok a szülőkért, akik így tanítottak minket. Az Úr Jézus azt mondta, ha szerettek engem, tegyétek, amit mondok. A szeretet igazi próbája az engedelmesség. Szerintem ez az egyetlen. Egy dolog énekelni arról, mennyire szeretjük Jézust, és beszélni meg verset írni róla. Egy másik pedig naponta bebizonyítani az engedelmességünkkel. Azt hiszem, néha azt mondja nekünk, ne csak mondd, mutasd meg. A szeretet önfegyelmet kíván. A szüleim nem tudtak volna fegyelmezni minket, ha ők maguk nem lettek volna fegyelmezettek. És mi láttuk ezt bennük. Megbízhattunk a szavaikban, mert nem ígérgettek a levegőbe, és nem fenyegetőztek. Ha rosszak voltunk, tudtuk, hogy elfenekelnek minket. Elmulasztani egy megérdemelt büntetést annyi, mint megfosztani a gyereket a személyiségétől, mert egy gyereknek nagyon korán meg kell tanulnia, hogy a cselekedeteinek következménye van. Mi megbíztunk a szüleink szavában. Tudtuk, hogy komolyan gondolják, amit mondanak, és ezért sokkal könnyebb volt elhinnünk azt is, hogy Isten pontosan azt gondolja, amit mond. Sok embernek nem adatott olyan otthon, mint nekem. Talán a legtöbb ember így van ezzel. Kitüntetésnek és áldásnak tartom, és kijózanít a gondolat. Akire sokat bíztak, attól sokat fognak számon kérni.
Ha nem volt édesapád, vagy egy olyan apád, aki Isten szavát szemléltette volna, ne feledd, hogy a mennyei atyád mindaz, ami a földi nem volt. A szüleinknek szigorú elve volt a hazugságról. Arra tanítottak minket, hogy tiszteljük az igazságot, ragaszkodjunk ahhoz. Nem tűrték a hazugságot. Ők nem hazudtak nekünk, és elvárták, hogy mi sem hazudjunk nekik. Egyetlen esetre emlékszem, amikor arcátlanul hazudtam anyámnak. Tudjátok, mit tett velem? Hátra vitt a pajtába, mely a konyha mögött állt, ahol a mosóedényeket tartottuk. Megfogott egy sárga mosószappant, aminek szörnyű íze volt, és egy durva mosóruha segítségével kimosta a számat. Ha emlékezetem nem csal, ez volt az utolsó eset, hogy hazudni mertem anyámnak. Hálás vagyok Istennek ezért az otthonért. Te ilyen otthont szeretnél teremteni? Egy fiatalasszony keresett meg egy napon azzal, hogy reggelenként a házában zűrzavar uralkodik. Azt mondta, nem tudom, mit tegyek, semmi sincs a helyén. A reggeli egy káosz. A gyerekek iskolába mennek, és minden a feje tetején áll. Nem is tudom, hol kezdjem. Ahogy kérdezősködni kezdtem, kiderült, hogy az a szegény asszony még sosem öltözött fel 11 óra előtt. Nem ágyazott be, nem mosogatott el. Úgyhogy olyasmit ajánlottam neki, ami számomra nagyon egyszerűnek tűnt. Azt mondtam, miért nem kelsz fel egy kicsit korábban a megszokottnál, 6-7 óra felé? Miért nem öltözöl fel, hogy ne úgy néz ki, mint egy őrült boszorkány? Reggeli előtt esetleg még az ágyadat is rendbe tehetnéd. Meg fogsz lepődni a változáson, ami majd bekövetkezik az életedben. Később kaptam tőle egy levelet, amiben ezt írta. Sikerült. El sem tudom mondani, micsoda óriási változásokon mentünk át. Olyan volt, mintha ez az ötlet sosem fordult volna meg a fejében. Azt mondta, hogy én erre sosem gondoltam. Vicces, hogy egyszerű dolgok néha nem jutnak eszünkbe addig, amíg valaki nem mondja ki őket. Otthonunk egyik szabálya a pontosság volt. Apám megszállottan pontos ember volt, mert azt mondta, ha késel, valakitől a legdrágább dolgát rabolod el, az idejét. Pontosnak kellett lennünk, mert apám vonattal járt. Szó sem lehetett rugalmasságról, mert a vonat egy menetrend szerint közlekedett. Időben kellett elkezdenünk a reggelit, hogy időben fejezzük be, hogy időben kezdjük a reggelimát, hogy apám időben el tudjon indulni, hogy időben a pályaudvarra érjen. És ez mindig így volt. Amikor Ecuadorban voltam hittérítő, egy misszionárius családnál laktam. Egy este a feleség azt mondta nekem, a vacsora este 6-kor lesz. Ekkor a férj felvonta a szemöldökét és azt mondta, drágám, miért mondod ezt? Majd rám nézett és így folytatta. Nem tudom, miért mondja ezt. Minden este 6-ra hirdeti meg a vacsorát. Van, hogy 7:30-kor, van, hogy 8:30-kor, van, hogy 9:30-kor eszünk, de soha nem 6-kor. Legyenek valósak az ígéreteink. Természetesen lehetetlen mindig mindannyiunknak tökéletesen pontosnak lennünk. Ha nem megoldható, akkor változtassuk meg az időpontot, hogy a család tudja, mire számíthat. Ez a gyerekeknek stabilitást és biztonságot ad. Úgy gondolom, a rendszeretet egy másik lényeges elem. Törekednünk kell egy rendezett életre, amennyire csak tőlünk telik. Például, ha a ti gyerekeitek abba hagynak egy játékot, úgy kezdenek bele egy új játékba, hogy az előbbit nem teszik el.
Mindig hangsúlyozni próbálom az unokáimnak, hogy jó ötlet elpakolni az építőjátékot, vagy a kirakójátékot, vagy a babaruhákat, mielőtt újabbat vesznek elő. Mindig parancsra parancs, szabályra szabály kell, ahogy Ézsaiás próféta mondta. A rendszeretet lényeges dolog. A példabeszédek könyvének 25. fejezetének 24. verse azt mondja, jobb a háztető sarkán lakni, mint lármás asszonnyal együtt a házban. A te otthonod lármás? Lehet másmilyen is. Az Úr segíthet neked ebben is. Egyszer meglátogattam egy házat, ahol minden a feje tetején állt. A kanapén és a kisasztalon szennyes, a mosogatóban mosatlan edények. Szegény zaklatott anya kétségbe esetten próbálta etetni a 2 éves kicsit, aki épp almaszhoz kent a hajára. Ugyanakkor a 4 éves az emeletről jött lefelé, maga után húzva egy tekercs WC-papírt végig a lépcsőn be a nappaliba. Eközben néhány másik gyerek kergetőzött a porszívóval. Mi a teendő? A szegény feleség ezt mondta nekem. Nem tudom, mit tegyek ezekkel a gyerekekkel, egyikük sem hallgat rám. Kérd az Urat, hogy segítsen. Együtt érzek a kisgyermekes anyákkal. Nem is készíteném el ezt a videót, ha nem így lenne, ha nem érteném meg őket. Olyan sok otthonban jártam, és tudom, hogy milyen. De azt is tudom, hogy az Úr segíteni akar. Ha hibáztál, valld meg az Úrnak, és ne félj elmondani a gyerekeidnek, hogy hibát követtél el. Esendő vagy. Nem tudod mindig jól csinálni. És jót fog tenni a gyerekeknek, ha látják, hogy még a mamájuknak és a papájuknak is az Úrhoz kell fordulni bölcsességért. Nincs annyi bölcsességük, mint amennyit szeretnének. Leírtam, hogy milyen egy békés reggeli és egy békés otthon. Az egyike azoknak a dolgoknak, amit a szüleink elvártak tőlünk, az volt, hogy tanuljunk meg nyugodtan ülni. Jó és egészséges dolog egy gyerek számára, ha megtanul nyugodtan ülni. 4 helyzetben kellett nyugodtan ülnünk. Az egyik a templom volt. De nem leszel képes rábírni a gyerekeidet, hogy nyugodtan üljenek a templomban, ha csak ott kell nyugodtan ülniük. Nyugodtan kellett ülnünk az asztalnál. Nem szabadott felkelnünk az asztaltól, ha nem kaptunk rá engedélyt. A családi imádkozásnál is nyugodtan kellett ülnünk, és az autóban is. Abban az időben nem volt biztonsági öv, úgyhogy az életünk függött attól, hogy nyugodtak maradunk-e a helyünkön. A csendesség és a mozdulatlanság nagyon segíteni fog abban, hogy béke és rend uralkodjon az otthonodban. Mindennek megvan a helye? Tudom, milyen nehéz lehet néha, mert sok embernek nincs elég hely az otthonában. Viszont rengeteg holmi van, nem igaz? Nekünk nem volt túl sok mindenünk gyermekkorunkban. Ez valószínűleg az egyik nagy különbség a mi otthonunk és egy mai otthon között. Én a nagy recesszió idején nőttem fel. Nem emlékszem, hogy egyszerre 2 pár cipőnél több lett volna nekem. Egyszerre csak 1 babám volt. Néhány játék és 1 pár plüssállatka volt minden kincsem. Amikor elnézem az unokáim készletét, megértem, hogy milyen nehéz is lehet helyet találni minden játék számára, és a helyükre rakni azokat. Tanulj meg időről időre szortírozni. Ha úgy találod, hogy valamit már évek óta nem használsz, akkor add oda valakinek. Ha nem vagy biztos abban, hogy oda akarod adni, mert lehet még gyerek, aki 1-2 év múlva használni akarja azt a játékot, akkor tedd olyan helyre, ahol nincs útban, hogy később majd elővehesd. Ez fegyelmet kíván. Amikor új ruhát veszek, emlékeztetem magamat arra, hogy valamitől meg kell szabadulnom azért, hogy a szekrény ne legyen túl zsúfolt, és a dolgaim hozzáférhetőek legyenek. Egyszer, amikor meglátogattam az unokáimat, Elizabeth kijött elém, és az ajtóból kiabálva a család többi tagjának bejelentette, itt a nagyi, mindenki szedje magát rendbe.
Mindenki nevetett, de rájöttem, hogy élvezték, hogy rendbeszedhették magukat. A kis Evangeline még csak 4 éves volt, megkért, hogy segítsek rendbe tenni a fiókját. Nagyon örültem neki. Ez a fiók tele volt pólókkal, szanaszét hevertek. Kiöntöttük őket a földre, és azt mondtam, akkor most megtanuljuk, hogyan kell összehajtogatni a pólókat. Lefekteted őket így, az elejével lefelé terítsd az ágyra. Megfogod az egyik ujját, idehajtod, majd a másikat, azt pedig idehajtod, aztán félbehajtod, megint félbe, és felgurítod. No, meg tudod csinálni? És Evangeline rám nézett a nagy kék szemeivel, az angyalarcával, és azt mondta, azt hiszem. Leterítette a pólót az ágyra, de a hátára fektette, és nem az elejére. Azt mondtam neki, nem, nem, ez az eleje, Evangeline. Így tedd az ágyra. Hajtsd be ezt az oldalt, azután pedig ezt, úgy. Aztán hajtsd félbe, így, és most gurítsd. Úgy is tett a kis kezeivel, de nem volt elég szoros. Azt mondtam, szorosabban, Evangeline. Úgyhogy szorosabbra tekerte őket, aztán betettük mindet egy cipődobozba. A pólók elég kicsik ahhoz, hogy egy cipődobozban szépen elférjenek. Amikor kinyitotta a fiókot, ott volt a doboz, és minden egyes pólót jól láthatott. Az ilyen apró dolgok segítenek. Egy kis történet jut eszembe édesanyám szabályairól. Sokat viccelődtünk vele, mert a 3 idősebbel mindig szigorúbb volt, mint a 3 fiatalabb gyerekkel. 2 3-as fogadból állt a családunk. Volt a bátyám Phil, aztán jöttem én, utána pedig Dave. Ezután 5 év szünet, vagy inkább 6. És akkor jött a húgom, és szinte azonnal utána az öcsém Tom, és aztán megint 5 év szünet. A szüleink azt mondták nekünk, tudjátok, ahogy megöregedtünk, úgy megfáradtunk, és talán egy kicsit lágyszívűbbek lettünk a kicsikkel. És volt valami, amit Tominak, aki a 2. legfiatalabb volt, megengedtek, nekünk viszont nem, hogy a papírzacskókat kivegye a konyhaszekrényből, és elborítsa velük az egész konyhát. Azt hiszem, születésétől fogva volt benne valami hajlam a rend iránt, olyan szépen takarta be a papírzacskókkal a konyhakövet. Anyám egy feltétellel engedte ezt meg. Amikor befejeztett Tomi, vissza kell tenned őket a konyhaszekrénybe. Egy nap kiment a konyhába. A papírzacskók elborították a konyhakövet. Tomi nem volt ott. A nappaliban talált rá, ahol apám zongorázott. Azt mondta, Tomi, szeretném, ha eltennéd a papírzacskókat. Ő felnézett hatalmas sötétkék szemeivel és óriási szempilláival, majd angyali mosollyal ezt mondta. De el szeretném énekelni a Jézus szeret című dalt. Apám azonnal elmagyarázta neki, hogy nincs értelme dicsérni Istent, ha közben engedetlenek vagyunk az édesanyánkkal szemben. Jobb az engedelmesség az áldozatnál. Azt hiszem, sosem szabad alábecsülnünk egy gyerek képességét, hogy túljárjon szülei eszén. Még a legfiatalabb gyerek is okozhat meglepetést édesanyjának és édesapjának. Ezúttal a viselkedésről szeretnék beszélni, a gyermek akaratáról és a munkára nevelésről. 3 nagyon fontos eleme van a keresztény család formálásának. A viselkedés, az akarat fegyelmezése és az engedelmesség. Volt egy nagyon felvilágosító élményem körülbelül 1 évvel ezelőtt, amikor egy házas pár megkért, hogy találkozzam velük egy ebédre, hogy a gyereknevelésről beszélgessünk. Egy 18 hónapos fiúk volt, akinek egyszerűen nem tudtak parancsolni. Nem keresztény családban nőttek fel, és fogalmuk sem volt arról, hogy mit csináljanak. Nagyon örültem a meghívásnak. Mindig égek a vágytól, hogy a fiatal pároknak segítségére lehessek az ilyen kínos helyzetekben. De be kell vallanom, hogy egy kicsit leforrázott, amikor a pár megérkezett az étterembe a gyerekkel együtt. Abban reménykedtem, hogy valakire rábízzák majd, hogy zavartalanul beszélgethessünk. Összeszorult a szívem, amikor meghallottam, hogy az asszony ezt mondja a férjének. Csak azt nem mond, hogy nincs asztalhoz illeszthető etetőszékük. Így le sem lehet majd szedni az asztalról. Nos, ez egy valóra vált proféciának sikeredett.
Azt hiszem, nem telt el több, mint másfél perc, és már nyúlt is a mamája villája után. Ahogy felvette a villát, mami csöndben kivette a villát a kezéből, és újra letette. Akkor a kisfiú átnyúlt az asztalon, és felemelte a kést. Mami pedig kivette a kést a kezéből, és letette. Akkor a kanál után nyúlt, amit mamája kivett a kezéből, és letett. De egyetlen egyszer sem szólt a mama vagy a papa közvetlenül a gyerekhez. Senki sem mondta neki, hogy nem. Ha a gyerek elérte a 18. hónapot anélkül, hogy hallotta volna a nem szót, akkor baj van. Világos volt számomra, hogy a szülők sohasem teremtették meg a szóbeli tekintélyüket, pedig ez a legfontosabb a gyereknevelésben, megteremteni a szóbeli tekintélyt. Egyszer eljártam egy kutyával a kiképzőiskolába. Ott erre alapozták az egész programot, a szóbeli tekintélyre. Nos, amikor a gyerek belefáradt ebbe a játékba, akkor a pohár után nyúlt. Az anya kivette a kezéből, és végül kétségbeesésében hívta a pincért. Tudna hozni egy pohár tejet és egy kis kekszet, hogy végre nyugton maradjon ez a gyerek? Természetesen megérkezett a pohár tej és a keksz, de nem sokáig foglalta le a kisfiút. Hová fordult egy kis szórakozásért? A bal oldalára pillantott, és kicsi kezével nagyon lassan a kanalam után nyúlt. Nos, szeretnék valamit tisztázni. Ez a kisfiú még sosem látott engem. Nem tudta, hogy ki vagyok. Nem tudta, hogy kivel áll szemben. Tudjátok, mit csináltam? Egy kicsit lehajtottam a fejemet, egyenesen a szemébe néztem, és azt mondtam: Jeremy, nem. És a kisfiú így válaszolt. Mit is jelent ez? Tudjátok, szülők, a gyerekek sokkal többet értenek, mint gondoljátok. Nem tartjátok valami sokra őket, pedig jóval előttünk járnak. Az a kisfiú, aki sosem látott azelőtt, felismerte a hangomban a tekintélyt. Csendben szóltam hozzá. A nevén szólítottam egyetlen szó kíséretében, nem. Remélem, hogy a szülők megértik, miről is van szó. Nos, amennyire láttam, nem értették meg. Egész ebéd alatt hozzám beszéltek, kérdéseket tettek fel. Megpróbáltunk zavartalanul beszélgetni, de az anyának időről időre valamit el kellett távolítani a kisfia kezéből. Az ebéd vége felé, az édesség után észrevettem, hogy a kisfiú figyel engem, és nem sokkal később keze alattomosan a kanalam felé indult. Tudjátok, mit tettem ezúttal? Egy szót sem szóltam. Csak a szemébe néztem, és a kisfiú duzzogva elfordult. Szóbeli tekintély. Óriási fájdalmat, csalódást és türelmetlenséget takarítasz meg, és annak a lehetőségét, hogy dübegurulsz. Én megértem, hogy mitől válnak dühössé a szülők. Állandóan parancsokat ismételgetnek. És azt gondolják, hogy az engedelmes gyerek jónak született. Nekik viszont rossz gyerekeik vannak. Nem ez a helyzet. Négy egyszerű alapelv van. Nagyon egyszerűek. Az első: szólítsd nevén a gyereket. Nagyon tisztességtelen dolog egy parancsot oda kiáltani a gyereknek, amikor lehet, hogy éppen nagyon elfoglalja az, amit tesz. Például a könyveket szedegeti le a könyvespolcról. Szólítsd őt a nevén, akkor megfordul. Nézz a szemébe. Normális hangon beszélj, ne gügyögj. A gyerekek nem gügyögnek. Bolond felnőttek tanítják meg gügyögni őket. A negyedik alapelv, hogy egyetlen egyszer mondd el, amit akarsz. Amikor ismétled magad, arra tanítod a gyereket, hogy ne engedelmeskedjen. A gyerek engedelmességének a szóbeli tekintély az alapja. Ha a gyerek tudja, hogy négyszer, ötször, vagy akár tízszer is megismétled a parancsot egészen addig, míg fel nem emeled a hangodat úgy, hogy elveszíted az önuralmadat, azzal arra tanítod, hogy nem kell az első szóra odafigyelnie.
Nem kell a normál hangra odafigyelnie. Elkezded az ordibálást. Fel sem tűnik, és már dühös vagy. Úgy gondolom, hogy ez az egyik oka a gyerekekkel való visszaéléseknek. A szülők olyan türelmetlenné válnak, hogy elvesztik az önuralmukat. És ez veszélyes, mert olyankor nagy a valószínűsége annak, hogy bántani fogják a gyereket. Ezek nagyon egyszerű alapelvek. Azzal, hogy a kisfiú nevét kimondtam, sikerült magamra vonnom a tekintetét. Normális hangon mondtam neki. Egyetlen egyszer szóltam, és megértette. Megértette, hogy mi a helyzet. Nos, néhányan azt mondjátok, túl sok hibát követtem el. Már túl késő, mit tegyek? Az én gyerekem nem 18 hónapos, hanem 3 éves, vagy 6, vagy 8. Nem hallgat rám, csak akkor, ha kiabálok. Igenis, kezdhetsz mindent előről. Mondhatod ezt a gyerekednek. Édesanyád valami újat tanult. Lehet, hogy a gyerek nagyon meg fog lepődni, de elmondhatod neki. Elkövettünk néhány hibát. Mostantól kezdve máshogy csináljuk. Egyszer fogok szólni, és elvárom, hogy engedelmeskedj. Elképesztő, hogy a gyerekek milyen csodálatosan megfelelnek a szülők elvárásainak. Ha azt várod a gyerekeidtől, hogy úgy viselkedjenek a közértben, mint a kis ördögök, akkor úgy is fognak viselkedni. Ha elvárod, hogy őrjöngjenek, amikor látogatóba mész valakihez, akkor őrjöngeni fognak. A fegyelmet szavakkal kell megalapozni otthon. Ne habos soha bocsánatot kérni a gyerekettől. Ne félj kimondani, elkövettünk néhány hibát, és újra kell kezdenünk. De légy következetes. Légy nagyon óvatos azzal, hogy mit kérsz számon. Ha mindent számon kérsz, lehetetlen minden alkalommal álhatatosnak lenned. Gondolkozz és imádkozz, hogy mik azok a dolgok, amik igazán számítanak. Beszéld meg a férjeddel, a feleségeddel. Kérd az Urat, hogy mutassa meg, mik az igazán fontos dolgok. Önzetlenség, tisztelet. Megtanítani őket, hogy bánjanak testvéreikkel, összeszedni a holmiukat. Mik a legfontosabb dolgok, és mi az, amit minden nap el kell végezni? Ezeket kell számon kérned, de ezeket következetesen, és kell, hogy büntess. Kaptam egy levelet egy anyától, aki egy szerintem nagyon furcsa kérdést tett fel a levélben. Azt írta, van 3 lányom és egy fiam. A fiam a legidősebb, 11 éves, és egyszer megkértem, hogy mosogasson el. Ő azt mondta, hogy az lánynak való feladat. Miért én csináljam? Én nem hiszem, hogy ez csak lányoknak való feladat. Majdnem biztos vagyok abban, hogy a fiamnak meg kell tanulnia elmosogatni az edényeket, de nem egészen tudom, hogy miért. Tudna nekem egy jó okot mondani? Én azt gondoltam, tudok egy nagyon egyszerű okot. Csak mondd meg neki, hogy te is tagja vagy ennek a családnak. Egymást szolgáljuk. Én főzök, te pedig néha elmosogatsz. Vagy elmosogathatsz a húgoddal együtt. Nem kell ennél jobb indok. Azért kéred meg, mert ez egy jogos és indokolt kérés, mely az egész család javát szolgálja. Tehát tekintély. Világos, hogy azok a szülők, akiket tinédzser gyerekeik terrorizálnak, nem kezdték el elég korán megteremteni azt. Isten segítsen nekünk abban, hogy az ő akaratát tegyük, hogy az igéje alapján neveljük fel a gyerekeinket. És bizony a Biblia azt mondja, hogy az apa, aki nem fegyelmezi a gyerekét, gyűlöli azt. A formáló irányítás nagy kihívásnak tűnhet, de mi van akkor, ha még ráadásul egy erős akaratú gyerekkel is meg kell küzdeni? Az erős akaratú gyerekről szeretnék beszélni egy kicsit. Fiatal szülők gyakran mondják nekem, nekünk egy igazán erős akaratú gyermekünk van. Én pedig megkérdezem, ezt hogy értitek? Úgy, hogy azt tesz, amit ő akar, és akkor, amikor ő akarja. Nem akarja azt csinálni, amit én szeretném, hogy csináljon. Akkor azt kérdezem tőlük, és van valami új is a nap alatt?
Nem hiszem, hogy a szülők leírása alapján ez volna a helyén való kifejezés. Elmondásuk után ítélve ez egy makacs, lázadó, akaratos gyerek, nem pedig erős akaratú. Úgy hiszem, hogy az erős akaratot az jellemzi, hogy valaki képes a saját akaratának ellenállni. Ez a legnagyobb dolog, amire egy emberi lény képes, és a szülők komoly felelőssége az, hogy megtanítsák gyermekeiket saját akaratuk feladására, nem pedig minden egyes szeszélyük kielégítésére. Kemény munka, igaz? És ismét ez egy olyan munka, amiben az Úr biztosan a segítségedre lesz. And again, it's a job with which the Lord will certainly help you. But alapvetően mind lázadók vagyunk, már amikor megszülettünk. Ez az igazság mindannyiunkról, nem igaz? Ezért meg kell tanítanunk a gyermekeinket, hogy lesznek idők, amikor nem kapják meg azt, amit akarnak. Valaki azt mondta, hogy Isten legnagyobb kegyelme az, amikor nem adja meg, amit kérünk. Egy bölcs apa nemet fog mondani gyermekének, ha jégkrémet akar vacsora előtt. Miért nem kaphat jégkrémet? Mert nem tenne jót neki. Nem kell mindent megmagyarázni, csak mondj nemet. Amikor a gyerek már elég idős lesz, megmagyarázhatsz neki dolgokat, de nem kell mindig úgy érezned, hogy magyarázattal tartozol. Láttam egy plakátot, ami nagyon tetszett. Egy tyúkanyó volt rajta a kis csirkéivel. A felirat így szólt: mert én vagyok a mama, azért. Ez az ok elég kell, hogy legyen. Az a kötelesség, hogy azt tedd a gyerekednek, ami jó neki, és visszatartsd mindazt, ami árt, fegyelmet követel a szülő részéről. Önfegyelmet. Ha nem tanítod meg a gyerekeidnek serdülőkoruk előtt, hogy feladják a saját akaratokat, kemény munka elé nézel, sokkal keményebb elé. Azt javaslom, hogy kezd el, amikor a gyerek még nagyon fiatal. Egyszer láttam egy tévéműsort egy olyan témáról, ami nagyon lekötötte a figyelmemet. Szülőkről szólt, akiket tinédzser gyerekeik tartottak rettegésben. Micsoda, gondoltam, a gyerekeik tartják őket rettegésben. Az egyik asszony ezt mondta: ha megkérem a fiamat, hogy vigye ki a szemetet, 16 éves, akkor belenéz a szemembe és ezt mondja: kiviszem a szemetet, ha majd akarom. Nagyot nevettem, amikor egy másik asszony felugrott, és azt mondta: ha az én fiam ilyet mondana nekem, akkor azt a szemetet én bizony ráborítanám. Nos, természetesen nagy sikere volt. De persze lesznek összetűzések egy istenfélő szülő és egy akaratos gyerek között is. Édesanyám mesélte el első összecsapását a legelső gyerekével. 6 gyereke volt, a legidősebb Phil, a